Sziasztok! Hát rendesen a nyakunkban szakadt júliusban, ez a kánikolai forróság, megszenvedik mind az emberek, mind az állatok, és sajnos a legtöbb növényünk is. Azonban van egy növény, amelyik még csak most kezd igazán jól érezni magát, jól érezni, hát igazából ezek a hőmérsékletek még csak bemelegítőek számára, a mediterrán növény névén, és ez pedig a füge. Ahogy a legtöbb növény esetében, úgy a füge is egy hónappal korábban kezdett el növekedni, és egy hónappal korábban kezdte el bejelölni a gyümölcseit. A gyümölcsérlelés kezdete normál esetben augusztus elejére szokott esni ezen a környéken. Olyannyira belekezdett, hogy a mögöttem látható növényről plusz egy másik bokorról tegnap már 14 kg termés le. De hát ez egyáltalán nem baj, hogy egy hónap korábban kezdődött a szüret, mert ez azt jelenti, hogy egy hónap tovább fog tartani. Emiatt nem fogunk sopánkodni. Korábbi videóim során már említettem többször is, hogy az olyan növényeknél, amelyek tejnedve teresztenek, azoknál érdemes hosszújú pólót vagy inget, esetleg kesztyűt viselni, mert ezek a fehér tejnedvek bőrirritációt okozhatnak. Tavaly már készítettem erről egy videót, Fitofotodermatitis címmel, amelyben részletesebben elmagyarázom, hogy mi is ez pontosan. Akik még esetleg nem látták, azok nyugodtan kattintsanak rá, mert fontos információk lehetnek benne. Tavaly már nekem is voltak ilyen bőrirritációs tüneteim az alkaromon, ilyen barna foltok jelentek meg, és hetekig ott maradtak. Idén azonban már sajnos megtapasztalhattam a következő lépcsőfokot is, nem csak bőrirritációt okozott valamelyik növény, pontosan nem tudom, hogy melyik volt az, nem a füge, de az egészen biztos, hogy valamelyik növényhez többször is hozzádörzsöltem a karomat, amelyik ilyen tejnedvet ereszt, és bizony már hólyagos égési sérülések keretkeztek több helyen is az alkaromon, illetve a felkaromon. Ezek mostanra a javarészt már begyógyultak, szinte teljesen elmúltak, kisebb bőrpír maradt még, illetve ilyen barnás foltok. Én egyáltalán nem szerettem a hosszú ruhák viselését a növények gondozása közben, és ez eddig nem is okozott komolyabb problémát, idén volt az első alkalom, és hát így már nekem is hosszú kellett születelnem a fügét annak érdekében, hogy komolyabb sérülésektől óvjam meg magam. És hát lásd, át, hát természetesen ez nálam is működött, hiszen sokkal kevesebb irritáció érte a bőrömet, nem kellett utána órákig vakarnom, mert viszketett. Természetesen ez az extra védelem a kisebb bokrok esetében annyira nem fontos, hiszen azokat kényelmesen körbe lehet járni. Nem úgy, mint itt nálam, hogy akkorára nőtt, hogy már ráhajlik a háztetőre, és igazából nem is tudok olyan pontot a kertben találni, ahonnan az egész növényt meg tudnám mutatni, mert akkora. Én létrát használok, közé bújok, az ágokat fogdosom, a levelek folyamatosan súrlódnak a karomhoz, a nyakamhoz, úgyhogy nálam mindenképpen érdemes a hosszú ruhaviselése.